Oka van, hogy én kellek nekik. Miért én? Sarolta, nem oly rossz sors nőül menni Anglia királyához. Ideje, hogy végre egyesítsük társadalmunkat. Sok gyereket fog szülni. Minél több gyereket kell szülnie a fiamnak. Életem királynéként nehéz volt. A nevem Brimsley. Mindig önnel tartok fennség. Brimsley, beszéljen a királyról. Táncsúnya? Ne tántorzat este? Ő a király? Igen. És? Üdvözletem. Segítségére lehetek bármiben? Ha tudni akarja, épp próbálok átmászni a falon. Mégis miért? Nem segít egy bajba jutott hölgynek? Nem, ha a bajba jutott hölgy inkább átmászna a falon, mint sem, hogy hozzám jöjjön. Üdvözlöm, Sarolta. Felség? Neked csak György. Tudom, semmi okot, hogy kedvelj. De ha egyetlen estéd rám szánnád, talán kevésbé gyűlölnél. Ez méltányos kérés. Végre kezd összeállni a kép. Fenség, a nevem Lady Agatha Danbury, az udvarhölgye leszek. Akkor jó barátnők leszünk. Legyen óvatos, ön az első közülünk. Erősítse meg a pozícióját. Hol van a király? Most nem tudja fogadni. Sarolta, nyugalomra van szükségem. A felesége, tudnia kell. De nincs mit tudni. Fontos lenne, hogy tudja, mi zajlik a Buckingham házban. A házasságodnak jól kell sikerülnie. Mi történik itt? Nem akarok vitázni. Én meg akarok vitázni. Vitázz velem, harcolj értem. Fenség, fordítson gondot az országára. Ön a mi királynénk. Lélegzetelállító vagy. Szabályt szex és botrányt kavarsz. Mégsem láttam nálad királyibb szemét. Itt vagyunk te és én. Együtt. A szerelem a legpüskésebb rózsán is kivirágozhat. A virágos hasonlata ímeítően dagályos, de álláspontja üdvözlendő.